Lusti törp! Nem csak az alvás létezik a világon. Ébredj, ébredj! Répa retek magyaró, korán reggel, ritkán ritkant, ritkán ritkant. Rikó, ritkán. Engem nem tisztelnek. Mosolyog már, Dulifuli, minden napban van valami jó. A dolognak ne csak a rossz oldalát. Nézd, nézd. Ide figyelj, tréfi törp. Mindennek megvan a maga helye és ideje. Tessék, meglepetés. Ó, köszönöm szépen. Mégis van valaki, aki tisztel. Az élet nem csak játékból áll, ne henyéljetek már! Ha törpapa látná, mit csináltok, nagyon csalódott lenne. Hé, még nem fejeztem be! Pedig ideje már, hogy befogd a szádat. Törperős! Csak azt akarom mondani, hogy a szellemnek is szüksége van a tornára, ezért azt javaslom neked, ezek a törpök itt csak a testi erőt tisztelik. Bizony nehéz a sorsa egy szellemi vezérnek. Valahogy ki kell vívnom a törpök tiszteletét. Törpisztikus ötlettel kell, hogy előálljak. Végül is én vagyok a törpök közül a legeslegokosabb és a legjózabb. Ki az? Memelák! Segítség! Segítség! Ez Melák! Talán a törpöknek van csemegéje, és Melák megtöltheti éhes bendőjét. Jön Melák! Jön Melák! Jön Melák! Melák jó illatokat érez. Melák csemegét lát. Melák el is viszi. Várj, Melák, ez a téli élelemtartalékunk. Tegyél oda-vissza mindent, ez parancs. Szégyen a futás, de hasznos. Már megint ez az utálatos Melák. Teljesen kifoszt minket. Szégyelje magát. Igen, és bármelyik pillanatban havazhat, és ha nem gondoskodunk utánpótlásról, korgógyomorral fogjuk átvészelni a telet. Ez mind a te hibád, okoska, mert a faluba vezetted Melákot. Ezek után persze, hogy senki nem fog tisztelni. De talán, ha erős lennék, és vissza tudnám szerezni az ételt Meláktól, majd én megmutatom ezeknek, hogy okoskának nem csak esze van. Ehhez több torna szükséges, mint amennyit el tudok viselni. Viszont sietnem kell. Talán törpapa varázskönyve segít. Hát, ha találok benne valami erősítőszer. Semmi. Már minden könyvet végigböngésztem. Egyet kivéve. Á, az előkönyve. Hát, ha találok valamit. Erős, erősebb, szupererős. Varázsszer használójának minden élőlénynél hatalmasabb szupererőt kölcsönöz. Ez az. Ezt nem értem. Már 10-szer próbálkozom. Jaj, mit csináljak? Sosem leszek erős. Sikerül! Sikerül! Most pedig visszaszerzem az élelmiszertartalékunkat Meláktól. Vissza én! Törpapa, mondd, mit írt? Kedves törpapa, visszaszerzem az élelmünket Meláktól. Aláírás okoska, szupertörp. Szupertörp! Opa! Ennek felesett, Réfa. Miért? Mi tör?
Pimp. Okoska szupererős lett egy varázsszer segítségével, de azt nem tudja, hogy ez csak 2 óráig tart. És elment Melákhoz. Ó, szegény Okoska. Menjünk utána, gyorsan! Na hát, még repülni is tudok. Igen, a szupertörp mindenre képes. Most aztán tényleg... repülök. Á! Ez Melák háza lesz. Siessünk, törpjeim, gyorsabban, gyorsabban! Jó tojá! Hé, Melák! Ki ez? Hé, mit akar a törp? Nem törp, szuper törp. Elmenni? Melák eszik. Nyugi, ez az étel itt a törpöké, és te nem eheted meg. Törpapa azt mondta, nem voltál elég gyors, Melákocskám. Na gyere, állj ki velem, ha mersz. Melák mindjárt szétlapítja a törpöt, mint a palacsintát. Nem törp, szuper törp. Remélem, időben érkeztünk, Okoska nem tud megküzdeni Melákkal. Szuper törp! Jaj! Jaj! Szép álmokát! Na megállj! Melák most nagyon dühös! Hát ez meg mi? Okoskának vége? Gyorsan, utánam! Ó, szegény Okoska! Hogy fogjuk megmenteni? Kitörpölök valami, törpilla. Vigyázzatok! Ezt Okoska tette. Gyerte, keressük meg! Okoska! Látod, törpapa? Visszaszereztem az élelmiszerkészletünket. Itt van minden ebben a zsákban. Okoska, valamit el kell neked mondanom. Látnod kellett volna, törpapa. Egészen pantörpikus voltam. Egyszerűen... Okoska, figyelj! Az a szupererősítő, amit... Törpapa, itt jön Melák! Vigyük a kaját is, menjünk már! Haminak igaza van, gyerünk innen, de gyorsan! Még ne, törpapa! Előbb meg akarom leckésztetni Melákot! Okoska, csökken az erőd! Dehogy csökken, törpapa! Erősebb vagyok én, erősebb vagyok, erősebb vagyok én! Oh. Hát... nem olyan vészes a dolog, hisz még nem jött el a tél. Tudom, én tudom, mert... Jó, úgy látszik, előbb érkezett az idén. Törpapa, annak a varázsszernek a segítségével biztosan mindenre képes lennél. Érvezel, Okoska! Okoska, az a varázsszer sokkal több bajt hoz, mint hasznot. Nézzétek, Melákot, mit csinál? Na majd én elintézem. Szia, gyönyörű óriás! Ahó, itt vagyok! Törp, mit akarsz itt? Jaj, te kis buta! Én nem törp vagyok, hanem törpilla. Jól nézd meg! Nem! Édes, kedves Melák, ha te azt tudnád, hogy ezeknek a pirinyó törpöknek mennyire szüksége van arra az ételre. Meláknak is szüksége van rá. Hát persze, ez érthető, hiszen te olyan nagy és erős vagy, de gondolj a szegény éhező törpökre. Szegény éhező törpök. Igen, a picike didergő törpök ételről álmodnak a fagyos éjszakában, de mind hiába. Ez Melákot elszomorítja. És te loptad el az ételeinket, rossz fiú. Igen, igen. Nagyon undokóriás vagy, ugye tudod? Undokóriás. Visszaadod nekünk az ételünket, ugye? Nem. Törperős! Elkapom, törpapa! Várj, azért még nekem is maradt egy kis erőm. Okoska, nehogy megerőltesd magad! Miattam, ne aggódj! Én elkapom! Ó, törpapa!
Köszönöm szépen. Hú, de éhes vagyok. Én pedig fázom. Hogy fogjuk visszaszerezni az ételeinket? Fogalmam sincs, Törpilla. Törpapa, nekem van egy ötletem. Halljuk, okoska. Na talán ki eszi meg a vacsorát? Én. Sárleves, nagyon finom. Kövek hogy kerültek ide? Melák szereti a követ sármártással. A köv finom, ropogós. El kell ismernem, okoska, ez a kőebéd remek ötlet volt. Ó, Köster papa. Bizony igaz az a mondás, hogy többet ésszel, mint erővel. Hogy már abba, okoska!